Szívesen látják itt a Fülöp-szigetekieket. Családtagként kezelnek. Többet tudok hazaadni a családnak. A Fülöp-szigetek nemzeti eledelét, adobo csirkét készít Jenny. Egy kis fokhagymát, hagymát és gyömbért is teszek bele. Spórolós a menü. A csirkecomb helyett csirkeaprólékból készül a vacsora. A Fülöp-szigeteken a csirke minden részét megesszük. A legfontosabb szempont ugyanis az, hogy mennyibe kerül. 7 hónappal ezelőtt jött a Fülöp-szigetekről Magyarországra. Egy kelet-magyarországi városban lévő gyárban dolgozik 3 műszakban. Gyógyászati segédeszközöket gyártanak. Itt Magyarországon csak 8 órás műszakok vannak. Otthon ennél jóval többet dolgozunk. Hozzá vagyunk szokva a kemény munkához. Gyógyszerészként végeztem az egyetemen. A Fülöp-szigeteken egy nagy gyógyszertárban dolgoztam. Nagyon élveztem a munkám, de többre vágytam. Nagy megtiszteltetés, hogy egy olyan országban dolgozhatok, amely tagja az Európai Uniónak. A great privilege for me. Magyarországon gyári munkásként 2-szer annyit keres, mint a Fülöp-szigeteken gyógyszerészként. Mivel egyedül neveli 2 gyermekét, ezért nem volt más lehetősége, mint a külföldi munka. A Fülöp-szigeteken ugyanis hónapról hónapra éltek. 2 gyermekem van. I miss them most. Nagyon hiányoznak ők is, és a szüleim is. My son is... A kisfiam 7 éves, and my daughter, a kislányom pedig 5. Minden nap beszélek velük. Már elkészült az étel, mire kollégája és barátnője Baby Monette is megérkezik. Taste yummy. Of course. Can I try? Yes, of course. Ugyan mindketten Fülöp-szigetekiek, itt Magyarországon találkoztak. Baby Monette 9 hónapja dolgozik abban a gyárban, ahol Jenny. Ő is gyártósori operátor. 36 éves vagyok. Vegyészmérnök a szakmám. Otthon egy olyan cégnél voltam részlegvezető, ami háztartási eszközöket gyártott. A koronavírus miatt felmondtak neki, aztán hiába keresett munkát a Fülöp-szigeteken. Azt mondja, 36 évesen ő már idősnek számít, ezért nem vették fel. Otthon a friss diplomásokat részesítik előnyben, mert nekik jóval kevesebb fizetést kell adni. A tapasztalt szakembereket nem igazán veszik fel, mert nekik magasabb a bérigényük. Ő is úgy, ahogyan Jenny, a megspórolt pénzt minden hónapban hazaküldi. Köszönöm a vacsorát, Jenny. Magyarországon vendégmunkást csak akkor lehet felvenni, ha magyar munkaerővel már nem lehet feltölteni az üres álláshelyeket. A Fülöp-szigetekről több mint 10 000 dolgozó érkezett, főként a gyártószektorban helyezkedtek el. Az ukránok, a szerbek és a vietnámiak mögött a 4. legtöbb vendégmunkás innen érkezik, mondja az egyik Fülöp-szigeteki munkaerő közvetítő cég vezetője. Ha egy magyar cég 50 targoncást kért tőlem, akkor 2-szer vagy 3-szor több embert szoktam toborozni. Bőven van jelentkező. Hindi nakatapos ng kolehiyo si Miriam. A Fülöp-szigeteken TV-riporton keresztül próbálnak munkaerőt toborozni Magyarországra. Ebben a tavaly megjelent riportban 10 000 munkásnak ígértek munkát gyári vagy mezőgazdasági területen, nettó 550 eurós, vagyis közel 215 000 forintos keresettel csábították a filippínó vendégmunkásokat Magyarországra. Egy nővér Ausztriában 2500 eurót keres, és emellé még más juttatások is járnak, például lakhatás. Magyarországon ennél jóval kevesebbet lehet hazavinni. Ugyanitt nem akkora a fizetés, mint mondjuk Nyugat-Európában, ennek ellenére népszerű célpontja a bevándorlóknak Magyarország. Magyarország egy katolikus ország, és hasonló kultúrájú, mint a Fülöp-szigetek. Emellett békés és nagyon szerethető ország. Ez a mi szobánk. A lakótársammal lakunk itt ketten. Jenny és Baby Monette ebben a munkásszállóban lakik 15 másik filippínóval. A gyógyászati segédeszközöket gyártó cég a fizetésen felül mindenkinek biztosít repülőjegyet, vízumot, biztosítást, emellett étkezési hozzájárulást is kapnak, és a lakhatásuk is ingyenes. Otthon nem csak a bérleti díjat, hanem a rezsit is fizetni kellene. Itt mindezeket megspóroljuk. Nem csak a lakhatás ingyenes, a wifi is.
A legtöbbször Netflixezek és anyukámmal beszélek. I'm only watching Netflix. Néha főzök, de ennyi. Minden szobához tartozik egy rizsfőző is. A rizs létfontosságú a Fülöp-szigetekieknek. A filippino vendégmunkások szerint nagyon kedvesek velük a magyarok, nem érzik magukat megkülönböztetve. A munkahelyen mindenki köszön mindenkinek, és ettől olyan különlegesnek érzi magát az ember. Ebéd előtt jó étvágyat kívánnak. Kevés után pedig azt mondják, hogy egészségedre. Ugyan a magyar kormány megnyitotta a munkaerőpiacot a vendégmunkások előtt. Március 1-től szigorított az idegenrendészeti törvényen. 2024-ben legfeljebb 65 ezer vendégmunkás kaphat letelepedési engedélyt. Egy listát is közzétettek arról, hogy mely foglalkozások tiltólistások a vendégmunkásoknak, például miniszterek, államtitkárok, lelkészek és trolibuszvezetők sem lehetnek. A magyar cégek nagyon nehezen találnak munkaerőt. Amint betanítják a dolgozókat, felmondanak. A Fülöp-szigetekiek nem ilyenek. Ők kötelességüknek érzik, hogy betartsák a munkaszerződésükben foglaltakat. A legnehezebb az, hogy a gyerekek mindig megkérdezik, anya, mikor jössz haza? Csak azt válaszolom nekik, azért dolgozom külföldön, hogy biztosíthassam nektek a megélhetést. Jenny és Baby Monet 2025-ig biztosan Magyarországon dolgozik majd. A jelenleg hatályos idegenrendészeti törvény értelmében ugyanis a vendégmunkások 2 évet maradhatnak, amit egy alkalommal 1 évvel lehet meghosszabbítani.